Sziasztok! Szeretettel üdvözlök ma is mindenkit Szilvánusz konyhájából, innen Skóciából. Amit ma készítettem, nagyon finom ételt, ez tengeri, zöldfűszeres tengeri hal ropogós halfasírt, és mellé házi tzatziki szószt, meg hát sült krumplit. Na most, ez egy próba volt, hogy mennyire finom, és megkóstoltuk, isteni lett. Elmondom, hogyan készítettem, ugyanis nem lesz most karácsonykor halászlénk, nincsen ponty, nincsen halászlékockám, se semmilyen. Úgyhogy úgy döntöttünk, rendeltünk lazacot, hogy a fejéből, farkából készítek hallét, és egy nagyon pikáns északi-tengeri hallevest fogok készíteni, kaprosan, tejszínesen, szóval nagyon-nagyon finom lesz, és mellé valószínű, vagy lazacot sütünk, vagy pedig ilyen halfasírtok lesznek, akár majonézes krumpli salátával, vagy ilyen házi tzatziki szósszal. Nagyon finom minden, úgyhogy azt hiszem, hogy egy jó kis ünnepi menü. Úgyhogy én ezt is ajánlom szeretettel mindenkinek. Ezt én most kotból, hedokból, tehát tőkehalból készítettem. Nekem nincs darálom, de szerintem jobb is így, hogy így darabosabb lett a hal, jobban érezni lehet. Jó, apróra föl lett vágva, került bele fekete bors, só, fokhagyma, kis vöröshagyma lereszelve, friss petrezselyem, kapor, és két tojás, és egy olyan 15 dekányi prézli, és akkor ugye ezeket jól összedolgozva be a hűtőbe még egy fél óráig hagytuk állni, hogy összeérjenek, meg hát hűljön, megálljon, na mindegy, és akkor utána készítettünk ilyen kis gombócokat, fasírtokat, vagy hogy mondjam, és akkor lehet úgy is, hogy szokásos prézli, liszt, tojás, prézli, vagy csak prézli. Hát mi most csak prézlivel készítettük, mert nem volt kedvünk annyit foglalkozni vele, mert még, látjátok, itt sül az isteni finom füstölcsülök, vagy te sül fő, és azt meg este fogjuk enni tormával, főtt tojással, mert megkívántuk. Úgyhogy meg mosni is kellett, sok volt a dolgunk, úgyhogy most én egyszerűbben készítettük, de így is nagyon megállja a helyét. Na most én egy kisebbet kivettem, ráharapok, halljátok? Így ropog, nagyon finom, itt a petrezselyem is benne, kapor minden, darabos, nagyon-nagyon jó, és elmondom a tzatziki szószt is. Nagyon. Gyerekek, nagyon patent. Isteni finom. Úgyhogy mindenkinek merem ajánlani. A házi tzatzikin pedig nem más, mint görög joghurt. Bereszeltem egy olyan fél kígyó borkát. Megsóztam, kicsit kinyomkodtam, belekerült a görög joghurtba. Egy gerezd fokhagymát bereszeltem. Só, bors, és még egy pici chili, és még kapor. Ennyi az egész, ja, és egy pici lime. Ennyi az egész. Isteni finom ez a házi tzatziki is hozzá. Úgyhogy nagyon jót fogunk ma is ebédelni. Fogadjátok tőlünk szeretettel ezt a videót is. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!